Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Nem kifejezetten? Nem nagyon. Jobb lenne egy jobb világ? Jó lenne. Volt már. Volt már jobb világ? Hát volt, de az se az igazi volt. Igen. Milyen lenne egy jobb világ? Hm? Hát ahol mondjuk nincsenek elnyomók, nem? Igen. Ahol az emberek mondjuk képesek lennének arra, hogyha mondjuk egy élethelyzettel találkoznak, mondjuk egy olyan élethelyzettel, amiben a jelenben azt mondják, hogy ez egy probléma, akkor ahhoz ne negatívan álljanak hozzá. Nem? Hanem ugye az ember mikor nem áll negatívan egy helyzethez? Hát akkor, hogyha avval kapcsolatosan van tudása. Tehát most gondold végig, most tudom én, volt már rá példa, hogy egy egyén neked problémát okozott? Volt? Kiné nem fordult ilyen elő még? Egy újszülött még. Tehát ugye az emberek okoznak problémát, de ez úgy működik, hogy miért okoz problémát? Mert nem érted, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Mert ha értenéd, hogy miért csinálja azt, amit csinál, akkor érzelmileg negatívan nem hatna rád. Tehát ugye az ember arra reagál érzelmileg negatívan, amit nem ért. Mert ugye rögtön ugye az ember fejébe mindenféle gondolat megfogalmazódik, és ez nem pozitív, és annak hatására ugye az ember most ennyi szólva mondjuk ideges lesz. De hogyha érted a dolgok működését, érted az emberek működését, akkor miért lennél ideges? Tehát nem tudom, mikor gondolkodtál könnyebben életedben. Amikor ideges voltál, vagy amikor nyugodt? Ki az, aki akkor tud jobban gondolkodni, amikor nyugodt? Oké, okay. Köszönöm szépen, ugye ez egyöntetű szavazás volt. Szóval mindnyájan így működünk, nem? Hogy ha nyugodtak vagyunk, akkor jobban tudunk gondolkodni. Na most gondold végig, tehát ezt a nyugalmat úgy lehet megtartani, hogyha az ember minél több tudással rendelkezik az élet működéséről, a dolgok működéséről, az emberek működéséről, történések működéséről, az ok-okozati összefüggésekről, minél több és több tudásod van, annál jobban megérted, hogy miért úgy működnek a dolgok, ahogy működnek. Na most vannak olyan tanfolyamok a Földön, vannak olyan képzések, rövid és hosszabb távú képzések, ahol az embereket tanítják, és az emberek mikor elmennek ilyen képzésekre, akkor azt gondolják, hogy mondjuk egy egynapos képzés után megváltozik az életük. Vagy egy kétnapos képzés után. Vagy egy egyhetes képzés után megváltozik az életük. Vagy egy hónapos képzés után. Vagy stb. Stb. Hát gondold végig, avval kapcsolatban, hogy hogyan működnek az emberek, azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek az élet, hogyan működik az élet, hogyan működnek a történések, hogyan működnek a dolgok,
ezeket valaki azt gondolja, hogy meg lehet tanulni egy nap alatt? Vagy egy? Két nap alatt? Vagy mondjuk egy hét alatt? Vagy egy hónap alatt? Hát hányféle működésű emberrel találkoztál már életedben? Hányféle dologgal találkoztál már az életedben? Hányféle történéssel találkoztál az életedben? Hányféle eseménnyel találkoztál az életedben? És ezeknek a működését mind érteni kellene. Ha te azt gondolod, hogy ezeket meg lehet tanulni akár pár hónap alatt, óriási tévedésben lejössz. Én gyűjtöm az okokozati összefüggéseket, hát ilyen tizenvalány éve. Több száz oldalnyi okokozati összefüggésem van A4-es dokumentumokban. Tehát több száz oldalnyi, csak okokozati összefüggések. Érted? És tanítok olyan dolgokat, hogy milyenek az emberek. Mondjuk vérmérséklet szempontjából. Vagy születés előtti vállalás szempontjából. Tehát születés előtti, sőt, fogantatás előtti vállalás szempontjából. Akkor tanítom abból a szempontból, hogy ha hangulatuk különbözőek az embereknek, akkor különbözőek a működésük is. De két nagyon azonos hangulatú embernek a működése hangulati szempontból nem mutat nagy eltérést. Tehát olyan széles tudásmennyiség van avval kapcsolatban, hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet, hogyan működnek a dolgok, hogyan működnek az események, történések. Ezt nem lehet megtanulni pár nap alatt. Ez úgy működne ahhoz, hogy az ember ezt jól tudja, ezeket az információkat, ezeknek a működéséről, akkor el kellene kezdeni tanulni az általános iskolába, majd a középiskolába, majd a főiskolákon, és mondjuk az élete végéig az ember körülbelül azt tudná mondani, hogy ezen a területen hát tök profi vagyok. Érted? Tehát mégis sokan azt gondolják, hogy ezt így meg lehet tanulni. Én 36 éve foglalkozok emberekkel. 36 éve kezdtem el fejleszteni magamat azzal kapcsolatban, hogy mondjuk hogyan kell bánni az emberekkel. 36 éve. Azt mondja, hogy 32 éve kezdtem el foglalkozni olyan dolgokkal, ami ezt pluszban kibővíti. Majd elkezdtem 30 évvel ezelőtt vezetni embereket, akkor megint ki kellett bővíteni a tudásomat, majd elkezdtem foglalkozni az élet és a történések, események működésének részleteivel 98-tól, majd 2000-től elkezdtem foglalkozni az élet olyan szintű működésével, ami nem kézzelfogható, tehát nem az anyag függvénye,
És ezeken a területeken, amit most elkezdtem sorolni 87-től, folyamatosan azt látom, hogy fejlesztem magamat, fejlesztem a tudásomat, és kapom az információkat ezzel kapcsolatban, és azt látom, hogy egyre több és több tudás van ezen a téren, egyre több és több tudást tudok átadni ezeken a területeken, de az biztos, hogy ameddig én élek, már pedig én nagyon hosszú életű leszek, addig én mindig fogok tudni olyan információkat átadni, amit még nem adtam át. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek képzését elkezdtem 93-ban, tehát 30 éve tanítok embereket, és 30 év alatt rendszeresen, csak nem minden előadásomon tudok új információkat mondani. Az nem azt jelenti, hogy az egész előadás csak egy új információ, most nehogy valaki ezt félreértse. Tehát annyi tudás, ismeret van az élet és az ember működéséről, a történések, az események működéséről, a dolgok működéséről, hogy valami fantasztikus. Ami azt jelenti, hogyha ezeken a területeken te nagyon-nagyon profi akarsz lenni, akkor az életed hossza az nem elég. És akkor ugye felvetődhet az a kérdés, hogyha az életének a hossza az embernek nem elég, miért nem elég? Hát mert közben mást is kell csinálni. Nem csak tanulsz, érted? Hát közben mással is foglalkozol. Tehát nem tudod az egész életedet lekötni tanulással, mert vannak fizikai dolgok, amit teljesítened kell. És emiatt ugye az ember hát nem tudja kihasználni teljes egészében az életének az idejét, főleg azért is nem, mert alszol is. Alvás közben sem nagyon szokott az ember tanulni. Tehát ezáltal az az idő, amit eltölthetünk tanulással, az viszonylag korlátozott. Éppen ezért az életünk nem elég arra, hogy mindent tudjunk. Ami az élet és az ember működésével kapcsolatos, ami a világ működésével kapcsolatos, ami az események, történések, dolgok működésével kapcsolatos, ezt nem tudhatunk mindent. De mégiscsak tanulhatunk mindent, mert a lelked az halhatatlan. És itt egy kérdés van, hogy mindig úgy akarsz tanulni, hogy nulláról akarod kezdeni a tanulást. És akkor most lehet, hogy ezt nem érted. Ez azt jelenti, hogy a reinkarnációd alkalmával nulláról indulsz. Nincs tudásod. Semmi. És akkor így ezt akarod csinálni, amíg a világ, hogy mindig a tudásodat nulláról akarod indítani? Tehát, hogyha valakinek ezzel gondja van, hogy reinkarnáció. Ugye kétféle ember van, akinek gondja van ezzel. Aki nagyon anyagi szemléletű, a másik pedig nagyon keresztény szemléletű.
Mert a kereszténység jó része tagadja a reinkarnációt, pedig Krisztus tanított a reinkarnációról. Oké? Csak azt valahogy elfelejtik a papok tanítani, mert valahogy nem kerülheted be a Bibliába. Szóval, gondoljuk csak azt végig, hogy meddig akarod ezt csinálni, hogy hatalmas tudásmennyiség van a világegyetemben, és te bőven megelégszel, mit tudom én, mondjuk pár hónapi, vagy pár évi, vagy pár heti olyan tudással, ahol megtanultad azt, hogy hogyan bánj egy másik emberrel, hogyan bánj önmagaddal, hogyan bánj mondjuk egy helyzettel, egy eseménnyel, egy történéssel. Mert erről valahogy kimaradt az iskolai oktatásból, valahogy ez kimaradt, mindenféle kötelező oktatásból kimaradt. Hát, de hát tudjuk, hogy miért maradt ki. Mert ha egy ember minél tudatlanabb, annál inkább rászorul más irányítására. Tehát, hogy más ember irányítsa őt. Mondom, rászorul. Minél okosabb, intelligensebb, egy eszesebb egy ember, annál inkább tudja a saját életének az irányítását a saját kezében tartani. Most gondold végig, egy olyan világban élnénk, ahol okos, értelmes, eszes emberek jól tudnák kezelni az élethelyzeteiket, a saját életüknek az irányítását a saját kezükbe tartanák, akkor az emberek még ezen felül, mivel tudással rendelkeznek, etikusak is lennének. Tehát minél több tudása van az embernek ezen a területeken, amiket felsoroltam már többször, annál inkább etikus. Tehát erkölcsös, becsületes, tisztességes, ugye ezt jelenti. Na most, ha egy ember minél több tudással rendelkezik és etikus, akkor gondold végig, hogy nem lenne olyan helyzet, amit most előállítanak azáltal, hogy az emberek nem eléggé etikusak, amire szokták mondani, van egy mondás, hogy a zavarosban könnyebb halászni. Tehát minél nagyobb etikátlanságok vannak a világunkban, annál inkább tudnak gazdagodni bizonyos emberek. És ez tény, ha nem hiszed, kismillió cikket találsz avval kapcsolatosan fenn az interneten, hogy a Covid alatt a gazdagok mennyivel lettek gazdagabb. Vagy a Covid óta, nem a Covid alatt csak, akár a Covid óta mennyivel lettek gazdagabbak. Tehát minél tudatlanabbak az emberek, bizonyos emberek, annál gazdagabbak tudnak lenni. Minél tudatlan egy ember, tudatlanabb egy ember, annál jobban nem érti például az etikának a működését is. És ezáltal
az etikátlanság tengerében szépen elevickélnek az emberek, és az etikátlanság tengeréből meg a gazdagok nagy halakat halásznak, ami úgy hívják, hogy vagyonokat halásznak, érted? Tehát ezt azért is mondom, hogy átlásd, hogy egy olyan világban élünk, ahol szándékosan nem foglalkoznak azzal az oktatásban, az állami és kötelező oktatásokban, hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet, mit kell tenni bizonyos helyzetekben, mi a helyes, mi a helytelen bizonyos helyzetekben, hogyan működnek történések, események, milyen okokozati összefüggések vannak köztük, nem tanítják direkt. És ez szomorú, hogy nem tanítják, de valakiknek ezt fel kellene vállalni, hogy ez az tudás ne eltitkolt tudás legyen, hogy hogyan kell az emberrel bánni, hogyan kell önmagunkkal bánni, hogyan kell helyzetekben helyesen működni, történéseket látva az ember rájöjjön arra, hogy mik az okokozati összefüggések. Ezeket fel kellene vállalni, hogy az ember ilyen információkat átadjon másoknak. És mi ezt felvállaltuk. Felvállaltuk azt, hogy amit az emberek elől eddig eltitkoltak itt a történelem során, az ókortól, onnantól, hogy Egyiptomban, anno annak idején az alexandriai könyvtárat direkt felgyújtották, hogy az a tudás, ahol, ami ott volt avval kapcsolatban, amiket én most elmondtam, hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet, hogyan működik történések, okozati összefüggések, hogy ez ne kerüljön az emberek számára nyilvános információba. És onnantól, nem is tudom, az több mint 2000 éve volt, onnantól lehet az embereket butítani, lehet az embereket megvezetni, lehet az embereknek olyan információkat átadni, amit azt hiszik, hogy igaz, közben közel sem az. Mint például az, hogy miért vagyunk itt ezen a bolygón? Hogy kerültünk egyáltalán ide? Mi a fészkes fenét keresünk itt? Mint emberiség. De utána felvetődik az a kérdés is, hogy mint egyén, mit keres itt az ember? És az emberek próbálnak magukban válaszokat megfogalmazni, aztán kinek hogy megy ez, ugye ez jó kérdés. De hát nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az ember akkor tud boldogulni az életében, hogy ismeri a saját működését, ismeri a többi ember működését, anélkül, hogy megismerné azt az embert, érted? Tehát mi olyan dolgokat is tanulunk, hogy mondjuk találkozol valakivel, kommunikációba kezdesz, és 10 perc múlva, vagy 15 perc múlva az ő kommunikációjából kiindulva, te meg tudj határozni vele kapcsolatban egy csomó dolgot.
Érted? Ami azt jelenti, hogy rájöjjél arra, hogy mire számíthatsz felőle. Stb. Stb. Tehát pedig 15 perc alatt nem lehet egy embert megismerni. De mégis lehet tudni, hogy mire lehet tőle számítani. Persze lehet, hogy neked ez az információ nem ér semmit. Figyeld, eddig is éltél valahogy, ezután is fogsz valahogy élni, de azért készülj fel arra, amik szabályok vannak ebben az életben. Például olyan szabályok, hogy amit az életedben teszel, annak rád nézve következményei lesznek. Ami azt jelenti, hogy a helyes cselekedetnek helyes, rád nézve helyes következményei lesznek. A helytelen cselekedeteidnek rád nézve helytelen cselekedeteid lesznek. Tehát ez azt jelenti, hogyha az ember tesz dolgokat, aki tudja, hogy mit érdemes tenni, vagy mit nem, annak nem lesznek olyan negatív következményei az életében, mint a másiknak, akinek fogalma nincs, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mit kellene tenni, vagy mit kellene nem tenni. És szívja majd a fogát, hogy miért vagyok ilyen szerencsétlen az életben, miért vel engem az Isten, stb. Stb. Tehát ha megnézed, mindenki arra készül, hogy majd jó sokáig él. Ránéz például gyerekkorban a felnőttekre, megnézi, hogy meddig élnek úgy általában a felnőttek, és nem azt mondja, hogy én addig akarok élni, mint a Piroska néni, aki meghalt 40 éves korában, hanem azt mondja, hogy én addig akarok élni, mint a Boriska néni, amely meghalt 88 éves korában. Ugye az ember gyerekként nem rövid életet akar élni, hanem minél hosszabbat. Csak emlékezz vissza. Ehhez képest nagyon sok ember nem éli meg azt a mondjuk 88 évet, ha már ezt a példát mondtam, hanem valamikor meghal előtte, vagy lehet, hogy nem sokkal előtte, vagy lehet, hogy sokkal az előtt. És akkor gondold végig, vajon miért? Az idő előtti halál, na nézzük meg, mi az időbeni halál. Az időbeni halál az, amikor valaki elveszti a céljait, már idős, mert már úgy érzi, hogy már nem tud célokat megvalósítani, elveszti ezáltal a céljait, és szépen leépülve meghal. Ez a leépülés lehet viszonylag gyors, mert ha az ember mondjuk nem fogyaszt vizet, vagy csak nagyon csínyán fogyaszt, akkor annak a leépülése nagyon gyors lesz. Ha még ehhez mondjuk élelmiszert is kevesebbet fogyaszt, akkor még hamarabb. Ezt régen úgy hívták, hogy vége a gyengülésben meghalt. Most ez nehezebb így meghalni, mert folyamatosan mondjuk hetente akkor rákötik infúzióra, hogy nehogy vége a gyengülésben meghaljon. Én több olyan rokonomat láttam a múltban, aki vége a gyengülésben halt meg. Például az egyik nagyapám is. Szóval, nekem három nagyapám volt,
előnyös volt a helyzetem, bár az egyiket sose ismertem, mert az még a háborúban halt meg, de akkor is három volt. Szóval lényeg az, hogy ugye vannak olyan emberek, akik így halnak meg, vannak olyan emberek, akik mielőtt meghalnak, szenvednek, vagy nagyon-nagyon rövid ideig, tehát nagyon-nagyon szenvednek rövid ideig, úgy viszonylag rövid ideig, az azt jelenti mondjuk pár hétig. Vannak, akik nem annyira nagyon szenvednek, de szenvednek hónapokig, évekig, mire meghalnak. És van a negyedik halál, nem? Amikor hirtelen hal meg valaki. Tehát nem hiszem, hogy valaki gyerekkorban azt tervezte, hogy mondjuk 30 éves korában hirtelen meghal. De nem hiszem, hogy mondjuk azt tervezte gyerekkorában, hogy majd 50 évesen is hirtelen meghal. Vagy valaki azt tervezte gyermekkorában, hogy hát majd hosszan szenvedés után meghal. Vagy azt tervezte, hogy nagyon nagy szenvedések révén rövid távon meghal, igaz? Tehát nem hiszem, hanem gyakorlatilag mindenki azt tervezte, hogy még nem is vége a gyengülésbe, hanem majd nagyon idősen, de úgy, hogy előtte fit volt még, tehát még tudott mozogni, nem kellett pelenkázni, stb. Stb. Fogja, este lefekszik, és reggel nem kell föl. Tehát valószínű, hogy az emberek gyerekkorukban ezt tervezték, hogy nagyon-nagyon idősként, makkegészségesen egyszer csak este lefekszik, és reggel nem kell föl. Vagy rosszul látom? Jó az a program. Na most mondom, ehhez képest az emberek nem ezt szokták csinálni. Vannak olyanok, akik lefeküdnek és nem kelnek föl, de általában nem hosszú idő után, nem hosszú élet után, hanem sokkal rövidebb élet után. Például az én nagymamám az úgy halt meg, hogy mozgott, nem kellett tisztába rakni, ellátta volna magát még, érted? Csak nem kellett, mert volt, aki ellátta. Tehát nem kellett ellátni maga, és egyszer csak lefeküdt, és előtte még nálunk körülnézett, meg mindenütt körülnézett, és utána rá két napra lefeküdt, és meghalt. Mármint közben is feküdt még egy éjszakát, de a következő éjszaka meghalt. Szóval 94 évesen. Tehát lényeg az, hogy mondjuk ez ugye egy ideális dolog lenne. A legtöbb ember nem így hal meg, ha megnézed. De miért nem? Tehát miért hal meg valaki mondjuk hirtelen halállal, nem idősként? Tehát mit jelent az idős? Hát mondjuk az idős az én értelmezésemben mondjuk 80-90 fölött, nem? Úgy durván. És meghal előtte. Oké? A legtöbb ember nem véletlenül úgy hal meg, ahogy hal. Hát most gondold végig, mit tudom én, egy... Nekem volt egy unokatestvérem, aki 18 éves korában halt meg, hirtelen halállal. Belefulladt a Dunába, azóta hirtelen halál. Szóval nem volt semmi baja egyébként. Gondold végig, nem ezt tervezik maguknak az emberek gyerekkorban, nem ilyeneket. Tehát nem gondolkoztál még azon el, hogy az egyik ember miért így hal meg, a másik ember miért úgy hal meg? Nem gondolkoztál ezen? És akkor ugye vannak a vallásos emberek, akik hisznek Istenbe, és akkor ugye ezzel elintézik, hogy Isten akarata volt. De, ha most gondold végig, ugye azt tanulják a vallásosok, hogy az Isten az jó.
Aha. És ha ez így rendben is van, egyetértek ezzel, de most gondold végig, akkor az milyen igazságosság, hogy az egyik szenved, lehal meg, a másik hirtelen halálba, fiatalon, pedig ő hosszú életet akart élni, a harmadik, stb. Stb. Amiket elmondtam. Érted? Hol az igazság? Tehát akkor mondhatnánk ki azt, hogy a jó Isten a halál tekintetében igazságtalan? Ugye ezt senki nem gondolja komolyan. Vagy mondok egy másik dolgot. Hát ugye egy jó Isten az igazságos, nem? És akkor az hogy van? Ezt én tudom, hogy hogy van, csak tőled kérdezném, hogy szerinted hogy van, hogy a világon, mondjuk az állatok, kon belül egy bizonyos faj, az úgy viszonylag azonos körülmények közé születik. Mit tudom én, például a szulikáták azonos körülmények közé születnek. Például a rókák, farkasok, oroszlánok azonos körülmények közé születnek. Nyilván amelyiket befogták a szüleit, és ugye egy állatkertben születik, az egy más téma. De ez ritka. Ehhez képest az ember is mondjuk egy vadon élő, csak nem állat, hanem lény, nem? Mégis hogy van ez, hogy mind más körülmények közé születünk? Max a testvérek születnek nagyon hasonló körülmények közé. Főleg az ikrek, azok azonos körülmények közé születnek. De egyébként, te meg én, nekem nincs testvérem, ezáltal nyugodtan mondhatom bárkire, hogy más körülmények közé születtünk. Tehát, hogyha a jó Isten akkor teremtett téged, akkor miért volt ilyen igazságtalan, hogy különböző körülmények közé tette az embereket? Ugye ez... ezen nem gondolkoztál még el? Ugyanúgy a halál, ugyanúgy a születés. Tehát ezen a földön tudjuk azt, legalábbis tudnod kellene, én tudom, hogy semmi nem véletlen. Nem véletlen az, hogy ki mikor hal meg, nem véletlen az, hogy ki mikor születik, mindenki kiválasztja a szüleit. Miért nem tanítják ezt az iskolában? Hogy basszus kulcs, te választottad ki a szülődet. Lehet, hogy akkor másként néznél a szülődre, illetve a szüleidre. Na milyen egyszerű letagadni ezt, hogy te választottad ki, mert akkor lehet gyűlölni nyugodtan a szüleidet, nem? De ha te választottad, akkor miért azt a szülőt választottad? Tehát mondom, ott bukik meg minden olyan elmélet, hogy egy élet van és egy halál, hogy miért különböző helyzetekbe születünk? Miért különböző helyzetekbe halunk meg? Hát nézd meg, az állatoknál még a halál is hasonló. Hasonló a születés egy fajon belül. Hasonló a, mi is egy faj vagyunk, úgy hívnak, hogy emberiség. Miért? Hát nem az a magyarázat, hogy nem tudom. És akkor ebben el van rendezve. Ez a nem tudom, ez egy aduász, nem? Valamire nincs válasz, akkor dobjuk be, hogy nem tudom. És akkor az mindent visz, nem? Mint a Jolly Joker, tudod? Nem tudom. Mindent visz. A Jolly Joker is mindent visz. Hát a nem tudom is mindent visz. És akkor ezzel le van rendezve az élet. De ez ostobaság. Ezt úgy hívják, hogy ostobaság.
Tehát az életben mindennek van magyarázata. Attól, hogy te nem találod a magyarázatot, az a te személyes szociális problémád. Tehát mindenre van magyarázat. És akkor ugye mondják, hogy ó, hát egy élet, egy halál, tök jó. Darwinizmus. Evolúció, érted? És akkor elve meg van magyarázva. Aha. Evolúció, igen. Tegnap is, mondom, nézem, van ez a, hogy is hívják ezt a műsort, ezt a dokumentum, ez a Földön kívüliekről szokott szólni. Nem a film, tehát a dokumentum film címét, ez egy sorozat. Ősi idegenek. Két részt adtak le egymás után az egyik adón, mondom, megnézem. Már az első is olyannal néztem, hogy ezt a hülyeséget. Többször kellett ezt mondanom, hogy ezt a hülyeséget, amit mondanak, tudod. És utána a következő, szintén, mert egymás után volt a kettő, mondom, úgy kezdtem, hogy ezt a hülyeséget. Érted? Nem az volt, egy teljesen más témában csinálták. Érted? Teljesen más téma, de csak a cím volt ugyanaz. És azt mennyi? 5 perc után ki is, vagy 10 perc után ki is kapcsolt. Mondom, ezt a hülyeséget én nem hallgatom, mert nem nézem tovább. Pedig arra az ember azt gondolná, hogy az ősidegen filmekben még ott normális dolgok volt, vannak. De ez, ami tegnap volt, ez valami katasztrofális volt. Olyan hülyeségeket mondtak, érted? És itt ugye az evolúcióról is volt szó, és akkor így ilyen kérdéseket tesznek föl ebben kapcsolatban. Például, hogy onnan lett az ember fejlődése, vagyis az élet kifejlődése, hogy a meteorok behozták az életet. Igen. Persze. Persze. Igen. Na most, tehát eleve ott kezdődik, hogyha valaki logikusan gondolkodik, hogy egy meteor, mikor bejön, az fölízzik. Ilyen több ezer fokos, érted? Ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb volt, és lesz belőle egy ilyen kicsi. De az is fölízzik, mit tudom én, hány ezer fokra fölízzik, vagy hát minden élet megszűnik 100 fok fölött, nem 1000 fok fölött, hanem 100 fok fölött, érted, minden élet megszűnik. A víz forráspontja fölött minden életnek kakuk. Érted? És akkor ebből kifejlődött. De hát nem lehet, hogy azokat ős idegenek küldték, tehát földön kívüliek küldték, ez volt ugye a kérdés. A meteorokat. De akkor még nem volt légkör. Szóval, nem mondom, ekkora baromságokat, amiket ott mondtak, és szóval, ilyenekkel hűtik az embereket, érted? Akkor ráadásul az evolúciós kutatások szerint óriási lukak vannak az evolúcióban, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, több ezer évig ott megszűnt, aztán hirtelen megint jött mondjuk az értelmes homo sapiens, érted? Semmiből csak úgy előjött. Tehát annak nem volt evolúciója. És akkor itt, jó, de erről most nem volt szó tegnap, csak ezt én úgy felvetem, ezt a kérdést. Tehát, hogyha, és olyanok is ezekhez a dolgokhoz hozzászóltak, érted, akik más ugyanebben a sorozatban lévő ilyen ősi idegenek hozzászólásokban rendszeresen hozzászóltak, akkor éppen értelmeseket szóltak hozzá. Érted? Most meg akkora baromságokat. Tehát ezzel a élet létrejöttével kapcsolatban,
akkora hülyeségeket tudnak mondani, hogy valami orbitális, érted? És akkor hivatkoznak a tudósokra, hogy a anyagból létrejött az élet, érted? A tudósok ezt mondják, hát basszus kulcs, akkor a tudós vagy anyagból miért nem tudtok életet csinálni? Egy. Kettő, ha tudósként az anyagból életet csinálnál, akkor belelaktad az értelmedet, te barom. Mert magától érdekes, hogy nem tud létrejönni. Mert nem tudok más mondani, gondold végig. Szóval, na most akkor onnantól kezdve, gondold végig. Ebben az életben, hogy te hova születsz, miért oda születtél? Mert az előző életed következménye a jelenlegi életed. Világos ez? Tehát az előző életedben történtek veled dolgok, és annak alapján, hogy azt kijavítsd, választottál egy következő életet. És miért akartam volna kijavítani, mikor most akkora egóval rendelkezem, hogy mindent tökéletesen csinálok, és tehát az előző életemben sem szúrtam el semmit, és akkor miért választottam volna olyan életet, mint most választottam? Mondja egy átlagember. Hát azért, drága csillag, mert volt egy létközi állapot, amikor a halál után a lelked kibújt abból az ostoba testedből, és onnantól kezdve ott hagytad a testedben az egódat, te buta. És onnantól kezdve, mikor kiléptél a testedből, már nem volt egód. És tudtál reálisan ránézni az előző életedre. És ha az ember reális, akkor nincs az, hogy hibáztam, de hát az egóm azt mondja, hogy az úgy jó volt, jó. Én hibátlan vagyok. Akkor nincs. A reális, az tudod mit jelent? Az azt jelenti, hogy úgy látod, ahogy a valóság. Semmilyen érzelem nincs benne. Oké? Semmilyen. Most mondok példát, jó? Ha veled nem történtek volna az életedben történések, főleg negatív történések, akkor nem lenne negatív érzelmed. Ilyen egyszerű. Tehát nem lennél képes negatív érzelmet létrehozni magadban, a jelenben. Ha veled nem történtek volna gyerekkorodtól, nem is, fogantatásodtól negatív történések. Ami azt jelenti, hogy ha az egót nézzük, az egy védekező mechanizmus, az önbizalmat helyettesítő védekező mechanizmus. Ugyanis akinek van önbizalma, annak nincs szüksége egóra. Tehát nem azt mondom, hogy nincs egója, csak nincs rá szüksége. Annak van szüksége az egóra, akinek nincs önbizalma. Vagy csak nagyon kevés. Minél kevesebb egy embernek az önbizalma, annál több az egója. Ébresztő, nem az ittenieknek mondom, hanem akik nem hallgatnak engem. Majd interneten keresztül, meg most interneten keresztül. Szóval, az egó az egy pótlék.
az azt jelenti, hogyha valakinek nincs önbizalma, akkor valahogy az életét meg kell mentenie, valahogy túl kell élnie, és ennek kiváló eszköze az ego. Mit jelent az ego, mint szó? Én, ezt jelenti, én, oké? Tehát megnézed az egoista embereket, azt mondja, hogy először is én, másodszor is én, harmadszor is én, aztán utána jöhetnek a többiek. Talán, hanem negyedszer is, meg ötödször is az én. Szóval, nézzük akkor gyorsan, fussuk át, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Mert így megy az idő. Ránéztem az órára. Miért tesszük azt, amit csinálunk? Van egy általános elbutulás a világunkban, az elmúlt években teljesen látható vált az emberek elbutulása. Az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, aminek következménye a rosszabb élet. Ugye ez logikus, egy ember helytelen cselekszik, mert tudatlan, akkor utána problémát okoz avval magának és másoknak is. Minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Logikus, nem? Na, hogy ma azt mond, hogy egy buta ember az tök jól működik az életében. Gondold át, milyen lesz a jövőnk, a gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Mert van egy folyamatos elbutulás, de szó szerint. Ugyanis ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Ha te is jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy jobb világunk legyen. És akkor azt mondod, hogy szelektíve gyűjtöm a szemetet. Erre meg azt mondom, hogy ez az össz jó cselekvésed, akkor tudod, milyen hülye vagy. Ezt tudom mondani. Mit jelent a jobb világ? Ahol az emberek szeretetben, egészségesen, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhetnek. Ezt jelenti a jobb világ. Tehát még egyszer, ahol az emberek szeretetben, egészségesen, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhetnek. Vagy ez rossz világ lenne? Nem gondolom, hogy ez rossz világ lenne. Eszesebbé kell tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. Világos ez? Tehát eszesebbnek kellene lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az életünk. Oké? Az egyének életéről van most itt szó. Mi PPA-sok rendszeres képzéseinkkel eszesebbé tesszük az embereket. Nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt vagy máshol tanulni vagy sem, hanem arról szól, hogy létre kell hozni egy jobb világot, és azt csak velünk tudod megtenni. A bolygón nincs még egy szervezet, illetve szervezetnek a vezetője vagy egyén, aki annyi tudást tudna átadni az embereknek, mint én. Oké? Nézzük tovább. Mert csak itt van meg ehhez az előélet, a tudás, a tapasztalat, tehát előélet. Tehát jön egy új ember és előadja, hogy ő milyen fenomenális okos, és akkor meg lehet kérdezni, drága csillag, mi a fészkes fenét csinálta eddig az életedben? Mit tettél ahhoz, hogy most te osszad az észt? Én legalább megcsináltam olyat ezelőtt, hogy három piacvezetői pozíció, három különböző területen. Érted? Megcsináltam azt, amiket elmondtam, hogy 36 éve kezdtem el az emberekkel való foglalkozást. Satöbbi, satöbbi. Keres még egy olyan embert a bolygón, aki négy területen, mert ebben a területben is piacvezetők vagyunk, amit csinálunk, négy területen sikerült piacvezetői pozíciót elérni az ő vezetése alatt egy szervezetnek.
egy szervezetnek, nem fogsz találni ilyen embert a bolygón. Jó, és akkor nézzük tovább. És ez nem egoizmus, ez tény. Ez egy eredmény. Oké? Tehát itt van előélet. Van tudás, tapasztalat, módszer, segítség, vannak emberek, vannak vezetők, azt még beírom majd, hogy vezető. És van etika. Tehát mi nem azért csináljuk a képzéseket, hogy a képzésekből meggazdagodjunk. Oké? Nem ezért csináljuk. Vannak olyan képzéseket tartó emberek a bolygón, akik meggazdagodtak abból, hogy képzéseket tartanak. És közben az emberek, mondhatjuk azt, hogy nulla fejlődést értek el. Sőt, mondhatjuk azt, hogy az emberiség elkezdett visszafejlődni. Kaptunk egy csodálatos és a történelemben egyedülálló lehetőséget. Egy gyönyörű új korszakot hozhatunk létre. A szeretetkort. Tehát korszakalkotók lehetünk. Korszakalkotók. Ez volt nekem egyszer gyerekkoromban, nem álmom, gondolataimban ez benn volt. Ha ezt nem tudod értékelni az életedben, akkor semmit sem fogsz. Tehát egy korszakalkotást nem tudnál értékelni, akkor semmit nem fogsz értékelni. Kapott az emberiség legkésőbb 2031-ig, 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Legkésőbb 2035-ig. Ez nem azt jelenti, hogy húzzuk az időt, és akkor majd a végén hajrázunk, mert abból mindig gond van. Te most kaptál egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellemi és a lelki fejlődésre, a boldog életre, a felemelkedésre. Mi PPA-sok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Mi PPA-sok hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. A PPA üzlet juttatja el az emberekhez az ember és életjobbító coach képzéseket. És akkor úgy szerinted vajon kellene az embereknek fejlődniük? Csak úgy reálisan ránézve. Kellene. Tehát kellene az embereknek olyan tudást, amit a mindennapjainkban tudnak hasznosítani? Kellene. Ez nem azt mondom, hogy az egész bolygón mindenki akar majd fejlődni, nem. Hát eleve ott kezdődik, hogy van 20% a bolygónak, aki kifejezetten elnyomó. Hát ők ne akarjanak fejlődni. Jó? Ők menjenek a levesbe. Jó? És akkor majd meglátjuk, hogy a maradék 80%-ból meg ki akar fejlődni. Ki nem akar fejlődni. Oké? Aki nem akar fejlődni, az is megy a levesbe. Jó? És akkor lehet majd inkarnálódni, csak nem ezen, erre a bolygóra. Jó? Maradjunk ennyibe. Csak nem erre a bolygóra. Nézzük tovább. Rendszeresen egyedülálló fejlesztő képzéseket tartunk, ezáltal az emberek hozzájutnak az eltitkolt tudásokhoz, élet- és emberismeretekhez, képességekhez, továbbá a gyakorlási lehetőségekhez. Rendszeres az mit jelent? Heti két alkalommal, minden szerdán, minden vasárnap. Havonta egy vasárnapunk, az kibővített, mert az 11-től este 6-ig tart, a többi vasárnap az pedig fél 5-től 8:45-ig, illetve minden szerda 6 órától 4:10-ig. Coachképzéseink által képes leszel, ugye a coachképzés, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel, és itt van 10 életterület. Ide tartozik a 10-es is, jó? Hogy megismerkedj azzal, hogy mi dolgod van veled, illetve neked, nem, mi dolga van veled
az Istenednek, és mi dolgod van neked az Isteneddel. Rendszeresen elég tudást adunk az emberek és az élet működéséről, hozzásegítjük a tanuló partnerinket a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, továbbá az anyagi függetlenség tudásához, technikájához, hogy boldog életet élhessenek. Ezek következtében a tanulóink képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön minél hamarabb, de legkésőbb 2035-re szeretett korszak, azaz aranykor legyen. A tudás alkalmazása során a tanulóink képessé válnak élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellemi és a lelki fejlődésre. És akkor nézzük a lelki fejlődést. A lelki fejlődésnek van 7 szintje. A negyedik lelki szint és afelett saját csapat és saját üzlet nélkül nem érhető el. A hatodik lelki szintre az juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. A hetedik lelki szintre az juthat fel, aki képes feltétel nélküli együttműködésre. Pont. Tanulóink lehetőséget kapnak az üzletépítésre. Az üzletépítés révén juttatjuk el a lehetőséget a tanulásra az embereknek. Hogy ajánlják a nyílt akadémiánál, azaz a nálunk tanulást. A Hunortrade ZRT van az egész mögött, által felkínált kiváló és egyedülálló PPA üzleted révén szabaddá válhatsz, azaz oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Kapott az emberiség legkésőbb 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Te most kaptál egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellem és a lelki fejlődésre, a boldog életre. Havi 30 órás ember és életjobbító coachképzésünk van, igénybe veheted személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvétel tovább formájában továbbá le is töltheted. Coachképzéseink piaci értéke havonta 200.000 forint. Amennyiben most kezded el a képzésedet, egyébként a tudás értéke viszont felbecsülhetetlen. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első indulási, és egy 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjaid árának fenntartását, tehát a 12.500 forintnak. A Hunortrade ZRT a PPA üzleted eredményei után az ajánlói piac legmagasabb jutalékaként az általad szervezettek tandíjából visszajuttat a teljesítményettől függően 25-től már 77,6%-ig terjedő összeget. Ez mindenkinek, aki ajánlást végez, és annak eredménye van, az eredmény az, hogy az illető tanuló lesz, minden kidolgozott, nem kell kitalálni semmit, megvan mindenhez a módszer. A láncszerűen felépülő csoportodban elhelyezkedő összes ember tandíjából pedig visszajuttat a számodra, teljesítményettől függetlenül 5%-tól már 53%-ig terjedő összeget. Ez azt jelenti, hogy azok után is, akiknek nem te ajánlottad, nem te szervezted tanulónak. A PPH és a vezető segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz 6, 7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. Ezt jelenti az anyagi függetlenség. Oké? A jutalékodat a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod, képzéseinkre, illetve felveheted. Le van írva, hogy milyen egy jó üzlet 20 pontban. Most nem olvassuk fel. Jó? És itt vannak a képzéseink, 25 nagy témánk van.
nem tudom, láttatok-e már ilyet? Csak mutatom, Love Coach Semester. Jó? Love volt odaírva. Love. Love? Love? Hát így is lehet mondani. De ez Love. Oké? Csak azért mondom, mert most itt tartunk, nézzétek. Ezt most mutatom azoknak, akik itt tanulnak. Jó, és gyermeknevelés után már a happiness jön. Jó? Oké? Csak hogy tiszta legyen. Jó, és akkor menjünk tovább. Cél megvalósító, kommunikációs ember, hatékonyság, növekedés, leszoktató, pénzteremtő, léder, szervezetvezető, stb. Stb. Jó? Tehát ennyi. Jó, a többi részt azt nem megyünk, ennyiben maradtunk. Jó? Tehát, ha vacilálsz, én nem tenném a helyedbe. A legtöbb ember dönt és tanulóvá válik. Miért? Megtanulod azokat a dolgokat elég gyorsan, hogy mennyire tudod könnyedén jobbá tenni az életedet. Nyilván, ha ezt használod, akkor jobbá tudod tenni, ha nem használod az ilyen tudást, akkor élsz úgy, ahogy eti. Jó? Tehát várunk benneteket szeretettel, várlak szeretettel, legyél te is tanulónk, vegyél részt ebben a közösségben, itt ugye találkozhatsz azokkal az emberekkel, akik már akár évtizedek óta itt tanulnak, de sok olyannal, akik évek óta itt tanulnak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!